A Széchenyi István Gimnázium énekkara nyitotta meg a kultúra napi ünnepséget. A kórus felkészítő tanára elmondta, nagyon büszke a fiatalokra. Nagyon elégedett vagyok, hiszen olyan gyerekeket igyekszem választani, akiknek az énekhangja is gyönyörű szép, illetve van affinitása a népzene felé, a népi kultúra felé érdeklődő, és szabad idejében szívesen foglalkozik ezzel a műveltséggel is, műveltségi területtel is. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a diákok számára versenyt rendezett az intézmény. A tanulókat három korcsoportra osztották, akik rajz, ének, valamint vers és prózamondás kategóriában mutathatták meg tudásukat. Az intézmény ezúttal vers illusztráció pályázatot is hirdetett. Hagyomány itt a Széchenyi István Gimnáziumban, vagy a Kultúra Napjával kapcsolatban kérünk egy pályázatot, egy vers illusztráció pályázatot is. Jelen esetben most József Attila és Nagy László versillusztrációkat vártunk, és erre küldtek be diákok a városi és a város környéki iskoláiból nagyon sok és nagyon jó munkákat, és ebből a gimnázium aulájába, a Szivacs galériába állítottuk ki ezeket, és készítettünk egy kiállítást, és most volt ennek a megnyitója. Az intézményben hagyományosan rendeznek gálát a Kultúra Napja alkalmából, amelyen évről évre többen vesznek részt. Ez minden évben így szokott lenni a Kultúra Napjához kapcsolódóan. Október 22-e az nem mindig esik péntekre, ez mindig pénteken van, úgyhogy most így szerencsésen nagyon közel van a 22-éhez a nap. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon készítette el a himnusz kéziratát.